Manapság a sokfajta konzolverzióba könnyen bele tud bonyolódni az a képen választás előtt áll, és ezt a választást sokkal jobban megnehezíti egy konzolpáros. Árazásban nagyon jó mind a kettő, de pontosan mekkora különbség van az Xbox Series S és One X között, járjuk ezt körbe. Ha kedvező áron szeretnél Windows-t vásárolni, akkor nincs más dolgod, mint felmenni a CD Keysays webshopjára. Itt be kell jelentkezned, ezután kiválaszol a Windows-t, amit szeretnél vásárolni, kosárba teszed, itt használod a H25-ös kuponkódot a további kedvezményért. Ezután kiválasztod, hogy szeretnél fizetni, én a PayPal-t szoktam ajánlani, mert ott nincs további tranzakciós költség. Ezután az e-mailben kapott kódot be tudjátok a Gépház frissítés és aktiválás menüpontban aktiválni. A linket megtaláljátok hozzá a leírásban. Ha gamer PC vagy videókártyát keresel, akkor Kingstack Shop. Ha monitort vagy tévét, akkor 4 kuponkód és linkek odalent. Mindenek előtt muszáj lesz megbeszélnünk azt, hogy mi az a félgenerációs konzol megjelenés. Ez egy viszonylag új kifejezés. Ilyenkor a gyártót menet közben éri egy új technológia szenderdé válása, és meglátja a lehetőséget a dologban. Kicsit vagy nagyon megtuningolt konzolverziót jelentett meg az eredeti konzol generáció képviselőinek az életciklusának lejárta elő. Ez az új technológia most a 4K felbontás egyre nyomulóbb népszerűsége volt. Mikor ez betölt, a Sony és a Microsoft Microsoft is azonnal kapcsolt. Először a PS4 Pro debütált és a 4K felbontást célozta, ez utólag kiderült persze mindenki számára a célja nem sikerült. Natív felbontásban nem tudott 4K, csak nagyon ritkán válaszul erre a Microsoft egy éve később megjelentette az Xbox One X-et, ami sok esetben már képes volt erre a célkitűzött 4K felbontásra. Mivel már egy előző generációs lassan 7 éves konzolról van szó, szóval joggal merülhet fel a kérdésbenetek, hogy mit keres ebben a mai videóban. Nos, a választ a mai másik konzolunk rejti. nézzük meg ezt is közelebbről. A jelen generációs konzolok között még mindig egy kicsit kakuk számít a kisebbik Xbox, a Series Nagyon baráti árazása van, de teljesítményben nem ér fel a nagy konzolokhoz. Ettől függetlenül árérték arányban még mindig egy nagyon jó opció. A játékok főleg 14 p felbontásban futnak, nagy ritkán előfordul 4K-ban is valami, de ez a felbontás inkább a nagyobbik konzolnál keresendő. Ami még a Series es érdeme, a VRR megléte. Persze vala van X esetében is, de ott ritkább esetben van kiaknázva ez a funkció, hiszen ott mindig vagy 30 FPS, vagy 60 a célkitűzés. A Series-nél viszont sokszor van 120 FPS-es target, és előfordul játékokban az is, hogy levehetjük az FPS korlátot, és ilyenkor sokkal előnyösebb a VRR megléte az inkonzisztens FPS miatt. Az Xbox One X ezzel szemben, mint mondtam, sokszor is négy felbontásra képes, de akkor mégis hogy szállhat versenybe a Series S? A legegyszerűbben ezt úgy lehet megválaszolni, hogy végigveszünk, miben jobb és miben rosszabb a Series S. A hardveresen vannak eltérések. A One X ben egy 8 magos 2,3 GHz-es módosított Jaguar Proci van, 6 teraflopos Polaris GPU-val, 12 GB GDDR5-ös memóriával és 1 tb HDD-vel. Ez egy nagyon tekintélyes specifikáció a One nél de a Series egy kicsit más. Itt kapásból egy új Zen es alapú 8 magos 3,6 GHz-es processzor terpeszkedik, van még benne egy 4 teraflopos módosított RDNA 2 GPU, 10 GB GDDR6-os memória és 512 GB gyors NVMe SSD. Csupán három évvel később az AMD olyan hardvert villantott ebben a konzolban, hogy a Series komoly előre tehetszett, legalábbis ami a teljesítményt illeti. Az köztudott, hogy a processzor az, ami nagyon könnyen lefoghatja a nagy FPS számokat, hiába erős a GPU. Sokszor láttam erre például PC-s teszteknél is, hogy fuládi felmontás ugyanolyan FPS számunk van, mint 4K Ezért kizárólag a processzora felelős csinálhatsz bármit, akkor se lesz olyan FPS számod egy erősebb videókártyával, ha a processzora a gond van. Legalábbis alacsony felbontásnál. A series nél azonban a 60 FPS a jellemző főleg, és már beköszöntött a 120 FPS is. Ezzel szemben az Xbox One X nem is támogatja a 120 FPS sem a játékokban, sem sehol. Tehát aki inkább a teljesítmény részesíti előnyben a látványjal szemben, már is tudja, melyiket válaszza. Mindemellett ezt a konzolt lehet újonnan is kapni, és használtan kb. egyárban vannak talán a szírizes valamennyivel drágább, de nem vészes. Emellett a szírizes támogatottsága még biztos, hogy kitart a Van túl, tehát ez is mellette szól. A gyors SSD-nek hála az új generációs játékok, amik kihasználják ezt is, meg tudnak jelenni minden probléma nélkül a S-en. Röviden, aki szeretne a legújabb megjelenésekkel játszani még pár évig, az válaszza a szírizest. Külsőre teljes mértében egyéni preferencia, melyik konzol fog bejönni nektek, a Vanix terjedelmesebb, szélesebb és nehezebb is. A szírizes ezzel szemben egy kis konzol, ami hihetetlen, hogy tud ennyi teljesítményt kipaszírozni ilyen pici helyről. Nyilván ezt is meg tudják valósítani, hogy nincs benne a nagyobbik HDD és a nagyon terjedelmes meghajtó sem. Igen, csak a Vanix rendelkezik meghajtóval a két konzol közül, így a használt játékpiac ki is esik a Series S-nél, mindemellett a Van egy remek 4K Blu-ray lejátszó is lehet. Vannak olyanok, akiknek ez is egy jelentős selling point lehet. A portok számában is sokkal jobb a Vanix, elég csak ránézni a két konzolnak a hátuljára. A Vanixnél nél találunk plusz egy HDMI bemenetet a kimenet mellett, emellett van még optikai hangkimenet és IR csatlakozó is. A Series S ezzel szemben csak a bővítő tudja pluszként felmutatni, de itt is megállni a bővíthetőségnél. A One X sokkal rugalmasabb ebben a kérdéskörben, USB és HDD-t vagy SSD-t is rá tudunk csatlakoztatni, amit már egész baráti áron be tudunk szerezni. Ezzel szemben a Series S csak SSD-vel működik, ebből is a borsosárú dedikált bővítővel vagy egy m2 es gyors SSD-vel. Ez sokkal költségesebb, mint a Vanix esetében, azonban a gyors SSD kihat a játékok betöltési teljesítményére és magának a dashboardnak, a rendszer felületnek is a teljesítményére. Röviden az új konzol drágább bővíteni, viszont sokkal gyorsabb a tárolója. Itt viszont érdemes hozzátenni, hogy a series a tárhelyből kb. 360-370 gb lehet kihasználni csupán, még ez a One X nél 1 terabajt így a bővítés sokkal hamarabb lesz időszerű a series konzolnál. Kontroll téren olyan hatalmas különbségetek nem lesz, kizárólag ezért senki ne válassza az újabbik konzolt. Van egy-két dizájnbeli különbség, de semmi jelentős, nem fogjátok észrevenni. Szerintem végig is vettünk mindent, kivéve a játékokat, és ugye a konzoloknál mindig a játék a legfontosabb. Térjünk most erre a témára. Jelenleg a játékok 98%-a megjelenik mindkét konzolra, úgyhogy nem számott tevő ez az előny a szírizesnél. A visszafele kompatibilitás mindkét konzolnál elérhető, és ilyenkor FPS és felbontásbeli boost is van. Erre nézzünk is egy példát. A Kisafor 2 elérhető mindkét konzolra, és amíg a van natív 4 felbontással fut csupán 30 fps van. Nagyon szép a játék ezáltal, de az Xbox 360-as érából megismert 30 FPS nem nyújtja egy új generációs konzol élményét. Ezzel szemben a Series S 1440p felbontáson futtatja ezt a játékot, viszont lakolt 60 FPS-ünk van. Szerintem sokkal többet ad ehhez a játékhoz a 60 FPS, mint a kicsit magasabb felbontás. Így én azt mondom, a visszafele kompatibilitást is nyeri a Series S. Most nézzünk is arra példát, hogy újabb megjelenéseknél milyen különbség van a két konzol között. Kezdjük a sort a Battlefield 2042 ami egy viszonylag új taktikai shooter. Grafikailag rendben van mindkét konzolban a játék. Felbontás ügyileg a Series 1260p felbontásunk van, a One X nél ez 4K, viszont dinamikus 4K, úgyhogy egészen 1600 p is le tud menni. Azt egyből ki lehet jelenteni, hogy felbontásban nyert a Vanix. A kettőt, ha egymás mellé rakjuk, akkor is látszik, hogy azért jobban néz ki egy kicsit. Nem annyira szembetűnő, de azért észre lehet venni, ha valaki keresi a pixeleket. A másik fontos kérdés a teljesítmény. Mindkét konzol 60 fps es célkitűzéssel rendelkezik, és ezt többé-kevésbé tudják is tartani. A teljesítményt vizsgáló grafikonnal együtt először nézzük meg a Series-est. Általában folyamatos 60 FPS-ünk van, akkor van beesés, amikor a kamera kiránt, mikor meghalunk, aztán visszaugrunk, ilyenkor leesik, de szerintem ez minden konzolon előfordul. Ezen túl beakadásokat én nem nagyon vettem észre, legalábbis a Series-esnél, most nézzük meg a szel, hogy teljesít. Itt is nagyon sima 60 FPS-ről beszéltünk, viszont vannak már kisebb beakadások, ami egyáltalán nem fordul elő a szírizesnél. Nem kell olyan hatalmas lagra gondolni, kb. 58-57 fps-re esik le, de ez sokkal gyakrabban előfordul, mint a Series s ott konkrétan nem is láttam erre példát. Tehát kijelenthetjük, hogy grafikailag nyer az Xbox, teljesítményben viszont a Series S-nyer. Viszont a végleges győztesnek én a One x et hoznám ki, mert olyan hatalmas beesések nincsenek, hogy ez roncsák a játékélményt, és végül is jobban néz ki. Itt most a One X nyert. A következő játék egy elég népszerű darab lesz, ez a Fortnite. Itt szembe jön már két érdekes dolog. A series bejön a grafikai módváltás, tehát teljesítményben tudunk növelni. Mindemellett Unreal Engine 5 támogatás is van az említett Series konzolnál. A felbontása a Series esnek 1440p, 60 fps-es célkitűzés mellett. Viszont ezen tudunk állítani 120 fps-es módra, olyankor a felbontás egészen 1200p-re esik le, ez is dinamikus, van, amikor full HD felbontásra esik le, tehát egészen 1080p-re. Minden a 120 fps-es módban hatalmas grafikai downgrade van, lejjebb van véve az álnyékok minősége, a post-processing és a streaming distance is, tehát a látó távolságban is van egy kis különbség, ez látszik is szembeöltő egyből, ha megnézzük a két grafikai módot. Viszont elérhető a 120 fps, ami egy ilyen verseny alapú játéknál egyáltalán nem elhanyagolható dolog. Ezzel szemben a Van X-nél kb. dinamikus 1800 p van, ami le tud menni egészen 1728 P-ig, tehát 4K felbontásunk semmiképpen sincs, viszont a 2K fölött vagyunk, valahol a kettő között vagyunk igazából. Az FPS célkitűzés 60, amit általában tud is tartani, és nincs Unreal Engine 5-ös támogatottság. Most itt van a két játék, nézzétek meg, hogy ez grafikában mekkora jelentőséggel bír. Szerintem észre lehet ezt venni, még akkor is, ha nem közvetlenül rakjuk egymás mellé. Na de jöhet a teljesítmény grafikon, és nézzük meg, hogy teljesít ez a játék a két konzolon. Először nézzük meg a series 60 FPS-es módot, ez eléggé simán fut, Nagyobb beakadásokat én nem vettem észre, még akkor sem, ha épületből megyünk ki és be. Ez szokott általában a probléma lenni ennél a játéknál a konzolokon, de itt nincs. Itt folyamatos, stabil, betonbiztos 60 FPS-ünk van, semmiféle beakadás nincs ezen a konzolon. A 120 FPS-es módot, ha bekapcsoljuk, az is eléggé stabilnak mondható, viszont itt már vannak kisebb megröccenések, nem hatalmas, de ilyen 117-15 FPS-re le tudunk menni néha. A VR-nak köszönhetően ezzel nincs semmi probléma, nem fog beakadni, nem ront az élményen egyáltalán, és nagyon jó hír, hogy elérhető ez a 120 FPS-es mód, annak ellenére, hogy grafikába visszább húzza. Én azt mondanám, hogy a grafikai beállítások kb. a Vanixnek felelnek meg, de most kapcsoljuk ezt be ide mellé, nézzük meg az, hogy fut, mennyire tudja tartani a 60 FPS-t. Ez elég stabilan fut, de közel sem beton biztos, nem olyan, mint a Series előfordul, hogy 50 57-56 fps sel lemegyünk, és ez még mindig nem rontja el a játékemét egyáltalán, de ha már nagyon pontos FPS számokat kell néznünk, és pontos különbségeket a teljesítményben, akkor ezt meg kell említenem, hogy jobban fut a series ez a játék, viszont ott ugye kevesebb a felbontás is, úgyhogy úgyhogy így győztest hirdetni elég nehéz. Ha vonsz téged az Unreal Engine 5, ami ugye elérhető a Series S-nél, felbontásban annyira nem vagy válogatós, nem ragaszkodsz a hatalmas pixel mennyiséghez, és mozgat téged a 120 FPS-es mód, és rendelkezel persze támogatott tévével, ez csak annál érhető el, 60 Hz-es tévénél persze ezt nem tudjátok elérni, akkor Series S. Most sorolnám, hogy a Van mellett mi szól, de igazából a kicsit emelt felbontás. Én azt mondom, itt egyértelműen a Series S a győztes. A következő játék, amit megnéztem, a Gears 5 volt, ami grafikailag elég jelentős, és egy újabb Microsoft címnek számít. Felbontásban van különbség, még a Vanixen 4K felbontásunk van, ez ugye a Series S-en csak 1440p. Mind a kettő 60 FPS-sel fut, de itt meg kell említenem, hogy multiplayer módnál, tehát nem a kooperatív kampány módnál, hanem külön a multiplayer a kompetitív résznél, a Series S-nél van 120 FPS-es mód. Itt megint csak, mint a Fortnite, bejött ez az, az emelt FPS szám, ami soha nem lesz elérhető a Vanix-nél, úgyhogy ez mindenképpen mellette szól, arra fele dönti az ingát, de most nézzük meg, hogy a 60 FPS-es módban hogy teljesít mind a két konzol. A Series S nagyon simán fut, egy 2 FPS droppol néha, tehát a fix 60 FPS beton stabilan nincs meg, de ettől függetlenül egy nagyon jó játékélményben van részünk, nagyon simán fut a játék, ezzel semmi probléma nincs. Nyilván a felbontás egy kicsit észrevehető, ha mellé rakjuk a Vanixet, et de hát erről tudtunk, felbontásban van különbség sajnos. Amiben viszont nincs, az a teljesítmény Kopra ugyanolyan FPS dropjaink vannak, mint a Series S-nél, ugyanúgy fut a játék, úgyhogy ebben a 60 FPS-es kampánymódban egyértelműen a Vanix nyerte a versenyt. Viszont aki rá akar menni a multiplayerre és 120 FPS-sel akarja élvezni, az egy nagyon komoly élményt kap a Series S-től. A 120 FPS beton stabilan van tartva végig, egy darab beakadást nem láttam, még akciódúsabb jeleneteknél sem. Én úgy dönteném el ezt a két konzol között, hogy melyik a győztes, ha kampánymódban szeretnéd használni, a sztorit akarod végigvinni, akkor van X. Ha inkább multiplayerrel játszanál, tervezel ebbe sok órát beleölni, akkor szírizes. A következő játék, amit megnéztem, megint csak egy nagyobb Microsoft cím, a Forza Horizon 5. A szírizes esetében van grafikai mód választunk. Vagy 30 FPS-sel játszunk a maximális 14 p felbontáson, vagy 60 FPS-sel kapcsolunk, jobb teljesítményünk lesz, viszont a felbontás leugrik full HD. Ezzel szemben a One X esetében nincs grafikai módválasztónk, kizárólag 30 FPS-es módunk van, ami dinamikus 4K, itt a minimum érték a felbontásban 1600p volt. Tehát azt kijelenthetjük, a legrosszabb esetben is magasabb felbontáson élvezhetjük a Forza Horizon 5-öt a One X es konzolon. Itt már csak az dönt, hogy egy versenyjátéknál mennyire indokolt a 60 FPS. Nos, mindenki tudja a választ, eléggé, viszont emberfüggő, hogy 4K tévén szeretné ezt élvezni, hatalmas felbontáson, és nem zavarja a 30 FPS, vagy inkább a 60 FPS felé hajlik. Én azt mondom, mondom, sok esetben sok felhasználó inkább a 60 FPS-t választaná, de mielőtt még kijelenteném az egyértelmű győztes, nézzük meg a grafikonon, hogy hogy teljesít a két konzolon ez a játék. A 30 FPS-es mód a Series S-en, 30 FPS, ehhez nincs mit hozzáfűzni, a játék nagyon jól néz ki, a natív 1440p felbontás nem annyira rossz, annyira nem ütközik ki, hogy nem 4 játszunk. Itt szerintem inkább a 60 FPS-es mód fog dönteni. Ami megint csak nagyon simán fut, semmiféle megröccenés nincsen, viszont a Full HD felbontás kicsit már szúrja az ember szemét, főleg egy hatalmas 4K tévén. Itt egyértelműen az fog dönteni, hogy inkább felbontást vagy FPS preferálsz. Mellé még nézzük, meg itt van a Vanixes es verzió, ami 30 FPS-t megint csak betonstabilan tudja tartani, és ez az emelt felbontás nagyon jól néz ki. Itt tényleg az fog dönteni, hogy grafika vagy teljesítmény. Én egyértelmű győztesként kihoznám a series mivel ott lehet dönteni a kettő között, és egy versenyjátékot inkább 60 FPS-re játszanak az emberek. Számomra most ez nyert, de simán előfordulhat, nem vonom kétségbe, ha valaki inkább az emelt felbontást választja. Az utolsó játék, amit megnéztem, megint csak egy népszerű cím, a Warzone 2. Ez főleg ilyen olcsó konzolokon, ilyen teljesítményen játszani egy elég jó deal lehet bárkinek, úgyhogy ez a játék nagyon is fontos, hogy hogy fut a két konzolon. A Series megint csak van grafikai módválasztunk, az FPS meg tudjuk duplázni, ilyenkor a felbontás csökken. 60 FPS-re tudunk játszani 1440p felbontáson, 120 FPS és es rá tudunk kapcsolni 1080p felbontáson. Azt, hogy mennyire tudja egyik másikat tartani, mindjárt megnézzük. Először nézzünk rá a One X re ami dinamikus 4K felbontáson megy, 60 fps el viszont ez a dinamikus 4K egészen full hd ig is le tud menni néha. Én ezt átlagolva kihoznám akkor egy natív 1440p a 60 fps el úgyhogy a 60 FPS-es módban a két konzol megegyezik, itt az FPS szám fog dönteni, és azt, hogy a 120 FPS mennyire jól tudja tartani a szírizes. Kezdjük az utóbbi konzollal 60 FPS-es módban, ez elég stabilan van tartva, én olyan nagyobb beakadásokat észre sem vettem. Csak kisebb droppok -ok voltak, 1-2 FPS-t eldropol néha a játék, de elég stabil folyamatos 60 FPS-ünk van, ezt nem lehet elvitatni a konzoltól. Ha már bekapcsoljuk a 120 FPS-es módot, a felbontásbeli csökkenést azért észre lehet venni, tehát azért van itt csökkenés, és 5-10 FPS néha-néha el is dobál a játék, mivel a itt is aktív, ennél a konzolnál, ezt nem fogjátok annyira észrevenni, nem rontja annyira a játékélményt, de muszáj megemlítenem, folyamatos konzisztens 120 fps csak ritkán tud tartani ez a játék ezen a konzolon. Ezzel szemben a van X-en ugye már említettem, hogy csak 60 fps-es mód van, viszont ezt nem tartja annyira jól, mint a Series-es, ugyanebben a 60 fps-es módban. Elég dúlva a dropjaink is vannak, van úgy, hogy leesünk egészen 51-52 fps-ig is, nem túl stabil az élmény, és itt a VR végül is működésbe léphet, de szerintem nincs olyan jó élményünk, mint az emelt FPS számon a Series s Tehát ha kizárólag ezt a 60 FPS-es módot nézzük, már nyert a Series és ha még ide vesszük azt, hogy elérhető a 120 FPS-es mód, ami egy ilyen FPS játéknál elég nagy élményt tud adni, és el tudom képzelni, hogy akinek támogatja a tévéje, kb. csak ebben fogja használni. Egyértelmű győztes a Series S megint csak, és ha az összes játékot végignézzük, hogy hol, melyik konzol nyert, ki lehet hirdetni a Series S jobb konzol, mint a Vanix a játékok terén, legalábbis azokból, amiket én megnéztem. Viszont ha minden más is ide veszünk, nem csak a játékokat, akkor sajnos, ahogy ti is láthatátok, a döntés nem annyira egyértelmű, de megpróbálom nektek leegyszerűsíteni. Ha megérnek plusz 10-15 ezer forintot a magasabb és a gyors SSD, az újabb technológia, és nem gond, hogy nincs meghajtó, akkor szírizes. Viszont ha nem gond a állapot a konzolodnál, inkább a 4 felbontása felbontásra vágysz, és majd a jövőben fogsz váltani, ha az új megjelenések nem jönnek ki a konzolodra, és pluszban még néha filmeznél és 4 felbontáson is mozgat a használt játék kereskedelem, akkor van X. Ha nekem most kéne döntenem a két konzol között, akkor a Series s választanám pusztán azért, mert bejön nekem ez a pici formaterv, és az emelt FPS szám. A végső döntést ti fogjátok meghozni is, én nem akarok rábeszélni senkit semmire, szimplán felvázoltam, hogy mire számíthattok az egyiktől és a másiktól. Na de ennyi is tett volna már ez a teszt, hogyha tetszett és hasznos volt számodra, akkor nyomj egy lájkot! Köszönöm minden csatornatagnak a kitartó támogatását, a következőben találkozunk addig is. Sziasztok!